Azt hittem, az lesz életem legjobb nyaralása. Hogy valóra válik a nagy álmom. De nem sokára ez a fickó odaköltözött a mellettem lévő bungalóba. Robertnek hívták. Azt mondta, add 1000 fontot, ha egy kis csomagot elviszek neki Tokióba. Ahogy utaztam azon a vonaton, végig a torkomban mert a szívem. Úgy éreztem, abban a kocsiban mindenki tudja, mire készülök. Arra gondoltam, le kéne szállnom a vonatról, de akkor már túl késő volt. Őszintén szólva tudtam, hogy el fognak kapni, és hogy minden rosszra fordul. Nem tudtam megszabadulni a drogtól. Pedig jobb lett volna. Amikor odaértem a reptérre, 2 férfi rohant utánam, és megragadták a táskámat, majd bevonszoltak a vámhivatal helyiségébe. De én igazat mondok, nem az enyém! Aztán persze pánikba estem, mert tudtam, hogy nincs menekvés. Az ilyen bűnért itt halál jár. Akkor 27 éves voltam. Rács mögött külföldön. Második rész. Azért utaztam Thaiföldre, mert nagyon szerettem ezt az országot. Egy barátom barátjával utaztam, aki korábban már megtervezett mindent. Én csak csatlakoztam hozzá. Egy hetesen beszélt vele, és már is a gépen találtam magam. 3 hónapot akartam ott tölteni. Azt hittem, ez lesz életem legjobb nyaralása, hogy majd tigriseket, elefántokat láthatok. Dzsungelt, esőerdőt, meg egy csomó szép dolgot. 1990-ben a 25 éves Sandra Gregory, miután kilépett régiségkereskedői állásából, 3 hónapos vakációra érkezett Bangkokba. Johnnal elhatároztuk, hogy mivel szép idő volt, gyalogvágunk neki a városnak. Délután 5 óra lehetett, a nap még órákig fent volt. A bangkoki nyárban nagyon hosszúak a nappalok, szóval ott sétáltunk a 8 sávos sugárút mellett, és néztük a buszokról leszálló sok-sok gyereket és felnőttet. Persze a taxisofőrök ránk startoltak, hogy volna-e kedvünk egy városnézéshez, de mondtuk, hogy köszönjük, nem. Ne idegeskedj, ez a legjobb módja a városnézésnek. Amikor odaértünk, teljesen lenyűgöztek a látottak. Nagyon izgultam, kicsit ideges is voltam az elképesztő látvány és a rengeteg illat, szinte lesöpörte a lábáról az embert. Egyszerűen lenyűgözött az a város. Végül találtunk egy szállást. A tulajnak volt még egy szabad szobája. Éreztem, hogy ez egy hatalmas kaland lesz. Tényleg az volt, már a legelejétől remekül éreztem magam. Nem maradtam túl sokáig Bangkokban. John délfelé indult, úgyhogy elváltak az útjaink. Csak megjegyzem, tényleg nem volt semmi intim kapcsolat közöttünk. Eljutottam a Khao San útra, a fiatal hátizsákos turisták egyik kedvenc helyére. De nagyot csalódtam benne, mert ott nagyon majmolják a nyugati stílust. Az égvilágon semmi köze nincs Thaiföldhöz. Tényleg nem is maradtam sokáig Bangkokban. Kicsit sok volt nekem. Nagyon zsúfolt város. Vettem egy hajójegyet, és elutaztam az egyik szigetre. Nem is tudtam, hova menjek. Az egyik hölgy ajánlotta, hogy válasszam Koh Samuit. Amikor másnap a hajó kikötött, szó szerint meg kellett csípnem magam, mert úgy éreztem, meghaltam, és a mennyországba jutottam. Az a sziget egy igazi földi paradicsom. Hihetetlen.
családja várakozásával ellentétben Sandra 3 hónap múlva sem utazott haza. Tájföldön maradt, retúrjegy nélkül. Egy este ott feküdtem a bambuszkunyhómban, és a szomszéd bungalóban lévő fickó valami nagyon kellemes zenét játszott, és ahogy hallgattam, rájöttem, hogy egyszerűen nem tudok betelni ezzel az elképesztő országgal. Eszemágában sem volt visszautazni abba az otthonnak nevezett nyomorúságos, szürke országba. Három hónapos nyaralása végén Sandra Gregory úgy döntött, egyelőre nem utazik haza. Visszamentem a városba. Dolgozni kezdtem, és találtam magamnak egy lakást. Volt barátom is, és szerettem Bangkokot is. Sandra angol nyelvtanításból élt, és további 3 évre Bangkokban maradt. Ha közúton akartam eljutni az iskolához, ahol dolgoztam, 3 órával előtte el kellett indulnom, úgyhogy inkább a csatornákon átmentem. De azok olyanok voltak, mint a Szent csatornák. A vízük piszkos, tisztítatlan. A tájemberek egy könyvet vagy egy darab papírt tartanak a szájuk és az orruk elé, ezzel védik magukat a víztől. Egyszerű, de hatékony megoldás. Egy nap viszont kissé ügyetlen voltam, és a víz az arcomra fröccsent. Szeretném azt hinni, hogy nem nyaltam le, de azt hiszem, mégis megtettem. És persze reménykedtem, hogy nem lesz semmi bajom tőle. Csak egy kis piszkos víz, semmi baj. Persze nem így lett. Másnap, amikor felébredtem, olyan beteg voltam, komolyan azt hittem, meg fogok halni. Tudtam, hogy hajlamos vagyok a hisztériára, ezért erővel lenyugtattam magam, hogy minden rendben lesz. Elmentem az orvoshoz, aki rögtön azt mondta, ez egy amőbás fertőzés. A csatorna vize okozza. Nagyon megrémültem, hogy paraziták kerültek a testembe. Pokollá vált az életem. Egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerültem. Eldöntöttem hát, hogy visszamegyek a szigetre, és összeszedem magam. Az egy kellemes hely, kellemes emberekkel. Aztán, ha összekaptam magam, visszatérek Bangkokba, és új életet kezdek. Dolgozom egy kicsit, aztán veszek egy jegyet, és hazamegyek. Nem sokkal azután, hogy visszatértem a szigetre, egy reggel valami pokoli állapotban ébredtem. Fájt a fejem, lázam volt, nagyon elkapott ez a trópusi váltóláz. Nagyon kemény betegség, hasonlít a maláriához. A legfőbb különbség a kettő között az, hogy a malária gyógyítható. A fejfájásaim olyan erősek lettek, hogy néha órákig ültem egy fa alatt, sapkában, napszemüvegben. És azt vártam, melyik pillanatban robban fel a fejem. Haza akartam menni, de nem volt pénzem. Annyi volt, amiből megéltem, de nagyon kellett takarékoskodnom. Ott feküdtem ezen a szigeten, és a paradicsom hirtelen földi pokollá vált számomra. Nagyon egyedül voltam. Nem tudtam kommunikálni a parton lévő külföldiekkel sem, akik nyaralni jöttek a szigetre. Én persze nem nyaraltam, én nem élveztem a szigetet. Szerettem volna bárhol máshol lenni. Ekkor történt, hogy ez a fickó beköltözött a mellettem lévő bungalóba. Hello, angol vagy? Igen, és te? Igen, igen. Robert. Robertnek hívták. Sandra. Sandra. Szia, jó meleg van, mi? Most, hogy felidézem, a fickó olyan volt, mintha igazi friss angol levegőt hozott volna. Tipikus angol volt. Jók a szobák? Igen, egész jók. Oké. Bejelentkezem, aztán később beugrom. Oké. Úgy nézett ki, mint aki most jött abból az országból, amiért akkor a pokolba is elmentem volna. Nem sok időt töltöttünk egymással, nem is nagyon kerültünk közel egymáshoz, de azért jó volt néha elbeszélgetni mondjuk az időjárásról. Mert ha két angol ember találkozik, az időjárás mindig szóba jön. A hármas mire jó?
Azzal duplázod a lehívás értékét. Szóval a hármas az jó. Igen. Amúgy miből élsz? Drága kövekkel kereskedem. Komolyan? Igen. Elmondta, hogy ékszerekkel kereskedik, és már egész Ázsiát bejárta. Volt Japánban, meg egy csomó más helyen. Mindenféle égköveket adott és vett, ami nem volt meglepő arra felé, sokan foglalkoznak ilyesmivel. Fogalmam sem volt róla, hogy ő lesz az az ember, aki örökre megváltoztatja az életemet. Nem mondhatnám, hogy tetszett a fickó. Nem volt vele bajom, de nem az én esetem volt. Egyszerűen nem vonzottam hozzá. Nem is volt viszonyunk egymással, csak párszor elbeszélgettünk, mint két szomszéd, akik egy csodás szigeten élnek. Nem voltam valami jó emberismerő. Most már persze változtam, de addig ott még nem sok emberrel volt dolgom. Akkoriban nagyon naív voltam, nagyon éretlen, nagyon hiszékeny és naív. Nem olyannak láttam az embereket, amilyenek, hanem olyannak, amilyennek én látni akartam őket. Néha felébred bennem a gyanú, de hát rengeteg turista fordul meg Thaiföldön, és sokan a drogok miatt jönnek. Akkor még azt hittem, minden ember jó, őszinte, hűséges és becsületes. Pedig nem mindenki az. Mivel közeledett a karácsony, vissza akartam menni Bangkokba, hogy felhívjam a szüleimet. A szigetről is telefonálhattam volna, de nem emlékeztem a számukra, viszont Bangkokban ott volt a noteszem, amibe fel volt írva a szám. Pont időben érkeztem, még éppen karácsony előtt fel tudtam hívni őket. Nagyon nehéz beszélgetés volt. Folyamatosan hazudoztam, hogy minden rendben van, pedig egyáltalán semmi nem volt rendben. Én nem vagyok nagyon oda a karácsonyért, sosem tartottam fontosnak, de akkor mindenemet odaadtam volna csak, hogy együtt lehessek a szüleimmel. Pár nappal később kezdett elmúlni a váltóláz. Kicsit jobban éreztem magam. Egy nap épp vásárolni mentem, amikor a városban összefutottam Roberttel, akivel a szigeten találkoztam. Szia! Robert, hát te! Csak épp erre jártam. Talán véletlen volt, talán nem. Vannak, akik a sors kezének mondanák, nem tudom. Én is csak találgatni tudok. De akkor nagyon megváltozott az életem. Van itt egy klassz hely. Még mindig szeretnél hazautazni? Még mindig vannak pénzgondjaid? Hát igen, kisé nehéz időket élek. Azt mondta, van egy ötlete, hogy tudnék gyorsan annyi pénzt keresni, amiből már meg tudnám venni az angliai repülőjegyet. Persze, hogy érdekelt a dolog. Még hálás is voltam neki. Azt gondoltam, hú, milyen jó fej, hogy megosztja velem az ötleteit. Köszi szépen, ez remek. Végül azzal állt elő, ha egy apró csomagot elviszek Tokióba, fizet nekem 1000 fontot. Erről beszéltem az előbb. Szeretnék egy kicsit segíteni rajtad. Ha nincs ellenedre egy kis munka, elvihetnéd mondjuk az egyik csomagomat külföldre. Hova? Tokióba. Tokióba? Igen, csak egy kis csomag. Persze, rögtön megfordult a fejemben, hogy ez a csomagküldözdi nem valami kóser. Tokióba csomagot szállítani. Viszont korábban azt mondta ékszerkereskedő. Gondoltam, valami drága követ kéne odavinnem. És miközben azon gondolkodtam, milyen kockázatos az ékszercsempészet, egyszer csak rápillantottam a bal kezére. Mi történt a kezeddel? Semmi. Tegnap egy véna helyett egy artériát találtam el. Értem. Na ja. Akkor jöttem rá, hogy a fickónak esetleg drog problémái lehetnek. És pontosan mi lenne abban a csomagban? Csak egy kis heroin nekem és Ruthnak. De mit akarsz csinálni vele? Eladod? Nem, ez nem arra van. Dehogy is. Akkor meg sem kérnélek. Egészen őszintén beszélt. Nem is akart meggyőzni, nem akart rávenni semmire. Csak megkérdezte, hogy érdekel-e a dolog, vagy sem. Végül is alig pár hete ismerjük egymást.
Oké, még gondolkodom rajta. Persze, csak gondolkodj. Oké, úgy lesz. Kicsit meglepődtem. Én nem is tudtam, hogy mit mondjak. Egy szót sem szóltam, csak hazamentem, és arra gondoltam, nem az én hibám, hogy a fickó heroin függő. Nem az én problémám, semmi közöm hozzá. De ha én nem csinálom meg, majd megteszi valaki más. Tudtam, hogy nem akarja eladni. Nem bírtam elképzelni, hogy egy iskola előtt 10 éves kölyköknek akarja árulni. Akkor persze más lett volna a helyzet, de tudtam, hogy nem eladásra szánja. Úgyhogy talán így nem is olyan vészes a dolog. És senki nem fog tudni róla. Csak azt szerettem volna, ha gond nélkül lezajlik az egész. Elugrom Tokióba, aztán visszajövök, megveszem a jegyemet haza, és kész. Nehéz leírni, milyen érzések kavarogtak bennem február 5-én. Valójában nem voltak bennem érzések. Én úgy éreztem, az egész csak egy álom. Nem akartam megtenni, de akkor már késő volt visszamondani az egészet. Hiszen elvállaltam. Robert már megvette a jegyet, leszervezett mindent. Akkor már nem lehetett kihátrálni a dologból. Haza akartam menni. Még arra is gondoltam, egy kabát is kell majd, hiszen február van, ilyenkor hideg van Londonban. Ahogy elhatároztam, hogy megteszem, a napok valahogy kezdtek teljesen összekavarodni előttem. Egyáltalán nem gondoltam a dolog negatív következményeire. Nem nagyon mérlegeltem semmit, csak egy valamire tudtam gondolni, hogy oda megyek, visszajövök, megveszem a jegyet, és irány Anglia. Az eszem és a szívem is már odahaza volt. Úgy nagyjából dél lehetett, nem tudom pontosan, amikor Robert megjelent. Kész vagy? Igen. Hogy vagy? 4 csomagot hozott. 4 apró, hosszúkás csomagot. Ennyi az egész. Tényleg kicsik voltak, ragasztószalaggal áttekerve. És szóval nem a zsebemben akartam átcsempészni őket. Rendesen be vannak csomagolva. Nem akartam, hogy ott legyen. Nem akartam látni sem. Azt akartam, hogy minél előbb eltűnjön. Túl akartam lenni az egészen. Később találkozunk. Rendben van. Sandra elvállalta, hogy Robert Lockéval és barátnőjével Ruth-tal együtt utaznak a reptérig. 89 gram heroint rejtett el a testében. Úgy tűnt, mintha napokon át vártam volna Robertre. Pedig talán csak 1 óra lehetett. De nagyon lassan ment az idő, állandóan az órámat néztem, és csak arra tudtam gondolni, hogy késik, miért nem jön, hol lehet. Volt egy aprócska rossz érzés a fejemben, hogy talán mégsem fog minden zökkenőmentesen lezajlani. Őszintén szólva tudtam, hogy le fognak tartóztatni, és tudtam, hogy az egész a lehető legrosszabbul fog elsülni. Végül, ahogy ott sétálgattam, megláttam a peronon a barátnőjét, aki nagyon dühösnek tűnt. Hol voltál, mióta várunk rád? Én meg nem, én vártam ti rátok. Kiderült, hogy több jegyiroda is volt az állomáson. Végre megtaláltuk a reptérre induló vonatot, nem express volt. Csak egy egyszerű személyvonat, ami minden egyes állomáson megállt. A
És végig, miközben utaztunk, pokoli rosszul éreztem magam. Nagyon fájt az oldalam, az egész mellkasom. Nekivetettem a hátam az ülésnek, hát ha elmúlik valahogy. Mi voltunk az egyedüli külföldiek, mindenki más táj állampolgár volt. Az volt az érzésem, mindenki minket bámul, és tudják, hogy mire készülünk. A szívem a torkomban dobogott, izzadtam, hány ingerem volt. És azt akartam, hogy vége legyen az egésznek. Arra gondoltam, le kéne lépnem a vonatról, leszállni, beülni egy taxiba és otthagyni Robertékat. Nem sokkal azután, hogy a vonat elindult, egy fickót le is tartóztattak. Ahogy végignéztem, amint elkapják a fickót, úgy éreztem, az istenek üzennek vele, hogy Sandra, azonnal hagyd abba azt, amit csinálsz, szállj le a vonatról. De akkor már nem szállhattam le, nem tehettem meg, mert Robert is ott volt, minden meg volt szervezve. És úgy éreztem, nem megy, már túlságosan is késő. Amikor beértünk a reptérre, akkor esett le a tantusz, hogy ez bizony valóság. Sandra Gregory elvállalta, hogy Robert lakéval és barátnőjével rúttal Japánba repül. 89 gram heroint vitt magával. Robert azt mondta, elkéstünk, de becsekkelünk, aztán rögtön szétválunk. Mondom, oké. Végre megtaláltuk, hol kell bejelentkeznünk a gépre. Már senki nem volt ott, olyan későn jöttünk. Aki azzal a géppel akart menni, már mind a fedélzeten volt. Robert előre ment, és átadta az útlevelét és a jegyét. 20 perc múlva indul a gép. És akkor megjelentek azok az egyenruhás férfiak. Mr. Locke? Igen. Szinte örültek neki, hogy látják. Á, Mr. Locke, de jó, hogy jön, már nagyon vártuk. Akkor még azt hittem, azért tartották vissza a gépet, mert Robertet várták, aki be is jelentkezett, és hogy azonnal a repülőhöz fogják kísérni. Hú, mondom, micsoda VIP szolgáltatás. Ez a fickó nem is VIP. Velem miért nem foglalkoznak így? Aztán megkérdezték, hogy vele vagyok-e. Ön is Mr. Lockhoz tartozik? Mondom, igen. Á, mondták, akkor kérem, ön is jöjjön velünk. És úgy is lett. Átmentünk az épületen, végig egy kis folyosón, egy apró szobába. Nem értettem, miért hoztak ide. És akkor láttam, hogy Robert kezd összeomlani. Elmagyaráznák, hogy mit csinálnak, kérem? És akkor balra fordultam, és láttam, hogy a fal tele van fényképekkel, és felettük a felirat, vámügyileg elkobozva. Csak akkor esett le, hogy ezek a fickók valójában vámtisztek. Csak egy könyv. Valami fülest kaphattak az angol nagykövetségről, ezért történhetett, hogy a vámnál már ennyire várták Robertet. Én meg csak álltam ott. Hú, mondom, ez nem jó hír. Erre egyáltalán nem számítottam. Elmagyarázná valaki, mi történik? Beszélnek angolul? Csak kulcsok. Már reggel is éreztem, hogy rosszul fognak alakulni a dolgok, de az igazat megvalva még annál is rosszabbul alakultak. De velem meg a csomagjaimmal senki nem foglalkozott, még csak a cipőmet, vagy az övemet sem kellett levetnem. Mi? Hova? Nem értem. Bevitték egy függöny mögé, és amikor visszajött, azt mondta, Ruth, ezek megröngeneztek. Na mondom, remek. Ez sem jó jel. Aztán őt is elvitték a függöny mögé, és amikor visszajött, ő is azt mondta, hogy megröngenezték.
Nem mondom, ha őket, akkor engem is, még ha a csomagomat meg sem nézték. De sem a csomagomat, sem engem nem vizsgáltak át. Nagyon úgy tűnt, hogy én nem nagyon érdeklem őket, de aztán végül az egyikük azt mondta, azért magát is meg kéne röntgenezni. Tegye le a csomagját, és jöjjön velem, kérem. Na, akkor kitört rajtam a pánik, mert tudtam, hogy tényleg vége mindennek. Aztán megcsinálták a röntgenfelvételt, és azt mondták, fogjam a csomagomat, mehetek. Így is lett. Gondoltam, nem buktam le. Atya ég, milyen szerencsém volt. Úgy tűnik, nem találtak semmit, mehetünk. Aztán elkísértek a pénzváltóhoz, mert nem volt egy vasunk sem. Úgyhogy váltottunk egy kis pénzt, egy kevés japán jent. Aztán az a nő, a walkie-talkie-val, aki visszatartotta a gépet, azt mondta, ha még el szeretne menni a WC-re, ott van egy. Menjen csak nyugodtan. Nem, köszönöm, majd inkább a gépen. Biztos benne? Persze, kibírom. Nem mentem el a WC-re, és nem szabadultam meg a nálam lévő drogtól. Az összestől megszabadulhattam volna. Mindenképpen ezt kellett volna tennem, de Robert megharagudott volna. Megvette a jegyet, és most már tartoztam neki a jegy árával. Úgyhogy ismét azt gondoltam, megcsinálom. Minden rendben lesz. Úgyhogy pénzt váltottunk, és követni kezdtük azt a nőt, aki még mindig a walkie-talkie-en beszélt. Mondta a pilótának, hogy már úton vagyunk, és fél perc múlva felszállhatunk a gépre. És akkor, ahogy már a géphez vezető folyosón haladtunk, két férfi odalépett és megragadta a csomagomat. Megfogtak, és visszavittek a vámirodába. A mögöttem lévő falon ott volt a röntgenfelvételem. Semmi kétség nem fért hozzá, hogy mi volt rajta. Heroin? Közben Ruth és Robert is megérkezett. Nevetséges, maguk miatt most lekéstem a gépemet, átnézték a csomagjainkat, és semmit sem találtak. Nagyon-nagyon dühös volt. És akkor odafordultam hozzá, és azt mondtam, de Robert, ők sem vakok. De ő letagadta, hogy ismerne engem. Fogalmam sincs, hogy ki ez a nő, nem is ismerem, semmi közöm hozzá. Micsoda? Nem akarom, hogy belekeverjenek az ügyeibe, semmi közöm nincs hozzá. Robert, mondd el nekik az igazat, el kell mondani nekik az igazat. De hiszen nem is ismerünk. Soha nem beszéltük meg, mi lesz, ha esetleg elkapnának. Abban bíztam, és kicsit talán túlságosan is bizakodó voltam, hogy először is nem fognak elkapni. Másodszor, ha elkapnának, akkor Robert majd kiáll mellettem. De nagyon meglepődtem, és persze mélységesen csalódtam is. És akkor esett csak le, hogy mennyire félre ismertem ezt a fickót. Csak szívességet tettem neki, és tényleg nem is ismerem. Nagyon magányosnak éreztem magam. Abban a pillanatban szétválasztottak minket. 1993. február 3-án Robert Lockot és Sandra Gregoryt heroin birtoklásáért letartóztatták. Ruth szabadon távozhatott. Aztán behozták a bilincset, és rátették a kezemre. Azonnal sokkot kaptam. Még a látványát sem bírtam elviselni, és amikor rám kattintották, teljesen kész voltam. Ez már túl sok volt. Úgyhogy azonnal le is vették rólam, amiért nagyon hálás voltam. Kitört rajtam a pánik, és ott ültem sokkos állapotban. Volt egy fickó, aki fel alá járkált az irodában, és idefogta az ujját. Mindig engem bámult, és csak nevetett. Azt mondogatta, te heroin, te rossz. Tájföldön meghalsz. Nem tudtam, hogy viccele, vagy csak bosszantani akar. Gondoltam, nem, ez nem történhet meg velem, ezért nem lőhetnek le. Angol állampolgár vagyok, nem lőhetnek le egy ilyen dologért.
Akkor jöttem rá, hogy milyen aprócska porszem vagyok. Nagyon megalázó volt, ahogy átvonszoltak a reptér épületén, és beültettek egy furgonba. Nem is tudtam, hogy hova megyünk. Valamelyik bangkoki rendőrösre. Bangkokban amúgy is nagyon sokáig tart, mire eljut valahova az ember. Borzasztó a közlekedés, és nagy a város. Akkor nem is volt olyan rossz a helyzet, mégis elég lassan értünk oda. El is aludtam a kocsiban. Ha sokkot kapok, mindig elalszom. Még álmodtam is. Már nem tudom mit, de amikor felébredtem, Robert felé fordultam, és azt mondtam, csak álom volt az egész. Mondd, hogy álom volt. Mire ő, hát, mocskosul nem egy álom. Külön zárkába raktak minket, egymással szembe. Nem is mondhatnám cellának. Ez nem igazi cella volt. Olyan volt, mint a majomketrecek a londoni állatkertben. És 6 napot kellett ott töltenünk. A következő napokban rengeteg dolgon át kellett mennem. Teljesen sokban voltam, és nem akartam elhinni, hogy ez valóság. Nekem nem kellett volna ott lennem, de mégis ott voltam, és ki tudja meddig. Rájöttem, milyen ostoba voltam. Nem gondoltam komolyan a dolgot. Korábban soha nem csináltam semmi hasonlót, úgyhogy biztos elengednek, mert miért is ne? Aztán néha felfogtam, mennyire komoly a helyzet. Úgy tűnik, egy ideig nem fogok sehova sem menni. És mindig felrém lett előttem annak a fickónak a képe, aki a halálbüntetéssel fenyegetett, és igaza volt. Tájföldön valóban halálbüntetés jár az ilyen dologért. Teljesen megundorodtam a helyzetemtől, hogy hol vagyok, mit tettem, és megundorodtam önmagamtól is. Szégyenemben kértem egy darab papírt, meg egy ceruzát az egyik rendőrtől, és írtam egy levelet a szüleimnek. Megírtam, hogy felejtsék el, hogy valaha volt egy lányuk. Vegyék úgy, hogy sosem léteztem, és próbálják meg tovább élni az életüket. Kértem őket, égessenek el minden fényképet, tépjék el a leveleimet, többé ne említsék a nevemet, éljék tovább az életüket, és felejtsenek el. Aztán jött egy nő az angol nagykövetségről. Mindig meglátogatják a külföldön letartóztatott állampolgárokat. Azt mondta, szeretné elkérni a szüleim nevét és elérhetőségét, hogy tájékoztassa őket, mire én nemet mondtam. Nem akarom, hogy megtudják. Ne mondja meg nekik. Ne mondja meg senkinek. De ő azt mondta, a médiát is nagyon érdekelni fogja az ügy. Azt hittem, nem normális. Miért érdekelni a médiát az én esetem? Azt mondta, talán jobb lenne, ha a szüleim tőlünk tudnák meg, mi történt, mintsem valamelyik riportertől, vagy mondjuk valamelyik rádióból. Úgyhogy megadtam neki a szüleim nevét és címét, és ők egy rendőrtisztet küldtek ki, aki bekopogott hozzájuk, és elmondta. Gondolom, előtte megkérte őket, hogy üljenek le. Elmondta nekik, hogy a gyermeküket kábítószerrel való visszaélés miatt letartóztatták Tájföldön. Ahogy kijöttünk a rendőrségről, rögtön beletoltak egy kamerát a képembe, és rögtön kérdezgetni kezdtek. Sandra, Sandra, most mire gondol? Mi történt? Csupa ilyesmi. És akkor az egyik kamerán megláttam az ITN feliratot. Milyen érzés volt a cellában? Egyértelmű volt, hogy az az ITN stáb.
A nagyapám mindig az ITN-t nézi, és miközben ott mentem, én tudtam, hogy ebbe bele fog halni. Föl kell reggel, bekapcsolja a tévéjét, és meglát engem, ahogy a bíróságra cipelnek, és ebbe belehal. Én nem tudtam, miért érdekelte őket ennyire az esetem. Előttem és utánam több férfit, ha nem is sokat, szintén letartóztattak hasonló dolgok miatt, de ők nem érdekelték a sajtót. Sandra Gregory a Lardiao női börtönben várta a perét. Másnap reggel látogatóim érkeztek. Valaki azt mondta, a szüleid a követségi szobában várnak. Ott látni őket nagyon felkavaró élmény volt. Olyan öregnek látszottak, olyan sápatnak, olyan aprók, és csak bámultak rám. Oda jöttek, leültek. Egy drótháló volt köztünk, nehogy valamit átadjanak. De ők csak az ujjukat akarták oda nyújtani. Sandra Gregory a következő 3 évet a Lardiao női börtönben töltötte, és az ítéletére várt. A Lardiaóban nagyjából úgy aludtunk, mint a szardíniák a konzervdobozban. Persze a szardíniáknak jobb dolguk van, köztük még egy kis paradicsomszósz is elfér. Hát nálunk nem volt annyi hely. Az idő azért lassan eltelik odabent, mert olyan sok, hogy már számolni sem meri az ember. Viszont az eltelt idő egyre több és több lesz. Sokan írtak nekem, hogy amíg reménykedsz, minden rendben van. És tudják mit? Ez ostobaság. Teljes ostobaság. A remény csak fájdalmat okoz, ha kiderül róla, hogy hamis volt. A 3 év alatt havonta vittek el a tárgyalásaimra. Aztán eljött az ítélethozatal ideje. A bangkoki repülőtéren drogcsempészetért letartóztatott zokogó Sandra Gregoryt látjuk, aki a 3 éves börtönbüntetését követően csak most fog szembesülni a bíróság ítéletével. A bíró tiszta tájnyelven olvasta fel az ítéletet, és egy kifejezés megütötte a fülemet, Perhán Sivit, ami halálos ítéletet jelent. 10 perccel a hivatalos tájnyelvű ítélethozatal után egy tolmács angol nyelven is megismétli Gregorynak az elhangzottakat. Annak a fickónak a reptéren, az ujjaival a halántékán teljesen igaza volt. Tájföldön valóban kivégezhetik az embert kábítószercsempészetért. Géppisztollyal csinálják. Az elítélt előrehajol, a kezébe egy orchideát adnak, aztán hátulról lelövik. Odafordultam az egyik újságíróhoz, akit korábban soha nem láttam, és megkérdeztem. És mire ítélték Robertet? Talán 2 méterre ülhetett tőlem. Azt felelte, jogfongot kapott. Felmentették a vádak alól. Ez nem igazság! Bocsánat! 10 perccel a hivatalos tájnyelvű ítélethozatal után a tolmács angol nyelven is megismétli Gregorynak az elhangzottakat. Volt mögöttem egy nő, szintén táj, de egy angol újságnak dolgozott, és mondta, hogy nem, életfogytiglanra változtatták, de azt is 25 évre csökkentették. Sandra Gregory nem sokára megkezdi hosszú börtönbüntetését a tájföldi börtönben. Egyetlen reménye, ha az angol miniszterelnökhöz John Majorhöz fordul, de nem sok esélye van. Miközben visszaszállítják a börtönbe, Sandra utoljára még a családjára gondol. Még 22 év. Öreg leszek, mire újra láthatom őket. Én végig az igazat mondtam. Soha nem hazudtam senkinek. A halálos ítélet messze nem a legrosszabb lehetőség. A halál az halál. Meghalsz. De az életfogytiglani alatt az életed elsorvad. Ott senyvedsz a hamis remények, illúziók és rideg valóság között. Az életfogytiglani ítéletet senki nem tudja feldolgozni. Várod az estét, a holnapot, a következő hetet, a következő fellebezést. Négy évet, 4 hónapot és 4 napot töltöttem a Lardiao börtönben. De nem számoltam.
1997. június 5-én Sandra Gregoryt a Thaiföld és Nagy-Britannia között fennálló kétoldali egyezmény keretében átszállították egy angliai börtönbe. Sandra Gregory 7 év után most lép először Anglia földjére. Reggel érkeztünk meg Londonba. A nap akkor kelt fel. Emlékszem, nagyon hideg volt. Egy furgonba ültettek, és végighajtottak velem a városon. Olyan tisztának, rendezetnek tűnt. Gyerekeket láttam, akik a buszra vártak a kis egyenruháikban, meg munkába siető embereket. Erre emlékeztem. Ez volt az otthonom. Végre hazaértem. Sandra Gregory még további 3,5 évet töltött egy szigorúan őrzött angliai börtönben. Emlékszem a napra, amikor feltételesen szabadlábra helyeztek. Visszahívtam a szüleimet, mert anyám előtte délután elmondta, mit mondott a kormányzó. Mondom, elmondanád még egyszer, mit is mondtál ma délután? És újra elismételte. Nagyon lassan. A táj király elfogadta a feltételes szabadlábra helyezésemet. Szabadulása után 2 évvel Sandrát felvették az Oxfordi Egyetem továbbképző karára. 2002-ben beiratkoztam az egyetem földrajz szakára. 3 évig tanultam ott, az volt a legfontosabb dolog az életemben. Holnap lesz a diploma átadó ünnepségem. Igazi, hagyományőrző, fényes ünnepség lesz. Igazán nincs kedvem hozzá, de a szüleim számára nagyon fontos. Úgyhogy nem húzhatom ki magam alóla. Nagyon jó napom volt, remek nap volt, ma zártam le az elmúlt 3 évemet. De kicsit szomorú is vagyok. Mindegy, végre sikerült valamit csinálnom, amire büszke lehet az apám. Itt vagyok! Úgy tűnik, nem felejtette el, hogy van egy lánya, és még büszke is rám, ami nagyon jó érzés. Tudom, hogy kicsit öreg vagyok már ahhoz, hogy számítson az apám véleménye, mégis fontos, mert ő nagyon jó ember. És örülök, hogy boldognak látom, mert ez engem is boldoggá tesz. Sok-sok éven át csak fájdalmat okozott nekünk. És soha nem hittem volna, hogy egyszer megérem ezt a napot. Nem hittem volna, hogy ilyenben lesz még részem. Hihetetlen. Az eddigi életünk csak arról szólt, hogyan győzzük meg Thaiföld királyát. De ez a nap mindent megért. Így van. Csodálatos nap. Sokan megkérdezik, mondd csak, Sandra, tényleg megbántad, amit tettél? Történt, ami történt, börtönben voltál, de most híres vagy, a média veled foglalkozik. Írtál egy könyvet is, végül is hatalmas kaland volt. Mondd, valóban megbántad? Tudják, ma még jobban bánom, mint eddig bármikor is. Bizony. Én nagyon bánom. Ha vissza tudnám forgatni az időkerekét, hogy megváltoztassak mindent, megtenném. Hogy ne tenném?